Sziasztok, Vivi vagyok, és sok szeretettel üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai egy csomagbontós videó lesz, ugyanis ezt a csomagot az egyik nagyon kedves követőmtől, Anditól kaptam a minap, és arra gondoltam, hogy jó lenne egy videóban megörökíteni, ahogyan kibontom. Ilyen videó még nem került fel a csatornára, mármint csomagbontós videóm már készült, viszont azok mind olyan csomagok voltak, amiket magamnak rendeltem. Ilyen ajándékot viszont még soha nem kaptam, úgyhogy ez lesz az első ilyen a csatornán, és hát bevallom őszintén, hogy nagyon-nagyon izgatott vagyok, izgulok is, ugyanakkor azt érzem, hogy nagyon-nagyon meg vagyok hatva, hogy egy ilyen csomagot kaptam, úgyhogy igyekszem majd nem elsírni magam, miközben bontom a csomagot. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, és nézzük is, hogy mi lehet ebben a csomagban. Természetesen itt van velem a célszerszám, egy olló, ami a segítségemre lesz majd, hogy megszabadítsam a csomagoló papírtól ezt a dobozt, mert azt érzem, hogy valamilyen dobozba került bele az ajándék, amit küldött nekem Andi. Úgyhogy bontom is a csomagoló papírt, és aztán majd, hogyha már a doboz itt van előttem, akkor megmutatom nektek azt is, hogy mi lapul a dobozban. Nos, megszabadítottam a dobozt a csomagoló papírtól, úgyhogy hát most nézzük, hogy mi van benne. Nagyon-nagyon izgulok. Én ilyet még soha nem kaptam, úgyhogy hát most mutassam nektek először, vagy én nézek bele először. Nézzük így, ha kinyitom, akkor ti már láthatjátok, hogy van a tetején is valami. Ó. Kaptam egy levelet. Ó, hát ez nagyon kedves. Szerintem felolvasom, vagy hát nem is tudom. Ó. A lényeg az, hogy adtam egy pár könyvet én is Andinak a saját könyveim közül, amiktől úgy gondoltam, hogy megválok. És azt írja a levélben, hogy már ő is szeretett volna egy ideje csomagot küldeni nekem, és mivel adtam neki egy pár könyvet, így úgy gondolta, hogy nem is habozik inkább tovább. És egy könyvről tudok, hogy mi van benne, illetve írja itt, hogy egy kis édességet is csempészett a csomagba, bár tudja, hogy nem vagyok édes szájú, de azt írja, hogy majd maximum a párom örülni fog neki. Biztos vagyok benne, hogy el fog fogyni, és hát utólag is nagyon boldog születésnapot kíván nekem, és szép napot kíván, és köszöni a könyveket. Hát nagyon szépen köszönöm, Andi, ezt el fogom tenni magamnak, ezt a levelet. Ha kapok ilyen kis üzeneteket, akár a szüleimtől, akár a nagyszüleimtől, akár barátaimtól, ilyen kis levelet, azokat mindig beleteszem valamelyik könyvembe, hogyha legközelebb azt a könyvet leveszem a polcról és kinyitom, akkor megtaláljam, úgyhogy ezt a levelet biztosan bele fogom tenni abba valamelyik könyvembe, még nem tudom, lehet, hogy abba, amit éppen most olvasok. Ó, köszönöm szépen, és nézzük, hogy mi van benne. Ó, hát nem vagyok édes szájú, de ezt szeretem. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. Ó, hát ennek én is nagyon örülök, és tudom, hogy a párom is fog neki örülni. Ó, ezzel nem lőttél mellé. Tényleg nem vagyok édes szájú, tényleg nem szoktam sok csokit enni, meg úgy egyáltalán semmilyen édességet sem, de ez biztos vagyok benne, hogy el fog fogyni itt nálunk. Milk Mouse. Ezek ilyen... ez valamilyen ilyen kis apró csoki, de... Milyen? Tudjátok mit? Én ezt megkóstolom most itt a videóban, mert nem tudom, hogy ez pontosan mi lehet. Látjátok, ennyire vagyok csokis.
hogy még azt se tudom, hogy ez mi lehet. Azt mondja, hogy ez valami Milk Mouse, és ilyen kis csoki van benne. Oh, hát te aranyos, nézzétek, milyen aranyos csoki. Meg is kóstolom. Valami töltelék van benne. Ez finom. Ez is el fog fogyni. Bocsánat, de kellett innom egy kort vizet, mielőtt folytattam volna a csomag további nézegetését és bontogatását, de ezek a csokik, ezek nagyon finomak, úgyhogy még a végén kiderül, hogy édes szájú vagyok. 30 lettem, és kiderül, hogy szeretem a csokit. És itt már látom is az első könyvet a doboz tetején, meg is mutatom nektek is. Hát, lehet, hogy fel is állok inkább, hogy a kamerába rendesen oda tudjam mutatni. Szóval így néznek ki belülről a doboz. És mutatom is az első könyvet akkor, amire, hát igen, ezt tudtam, hogy ezt meg fogom kapni. És az van ráírva, hogy eljött az ideje Kohót olvasni. Egy Pauline Hoover könyvet már olvastam, a Verity, de hát az ugye inkább ez a thrilleresebb kategória, a romantikus könyveivel még nem ismerkedtem meg. De akkor úgy tűnik, hogy eljött az ideje, hogy elolvassam az egyiket, ki is bontom ezt a könyvet, és megmutatom nektek is, hogy mivel ajándékozott meg engem Andi. És igen, az itt ends with us, a velünk véget ér, amit megkaptam ajándékba. Ez az egyetlen olyan könyv, amivel tényleg úgy szemezek Pauline Hoover könyvei közül, meg talán még az All Your Perfects, és az összes többitől egy picit félek, hogy őszinte legyek, de ezt amúgy is terveztem, hogy elolvassam, és a jó sok Pauline Hoover könyv közül talán ez, az All Your Perfects, meg a Leila azok, amik a várólistámon szerepelnek, akkor ezt már lehúzhatom, és felteltem a magán könyvtáramba, mert megkaptam Anditól, nagyon szépen köszönöm, és nagyon remélem, hogy tetszeni fog nekem is ez a könyv, mert nagy-nagy szenzáció ez most mindenhol, úgyhogy remélem, hogy nem fogok csalódni, és én is úgy fogom letenni ezt a könyvet, hogy ez egy jó olvasmány volt, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elküldted nekem, Andi. És még van itt valami, amire az van írva, ha betelne az olvasónaplód. De szép! Nézzétek! Úristen, és ennek aranyozott az oldal, a lapnak az oldala, a színük. Te jó ég! Nézzétek, de szép! Hát ebbe tényleg írhatom majd, hogy mit olvastam. Ez tényleg, úristen, én nekem ilyen szép olvasónaplom még soha nem volt. Sima füzetekbe írok, és hát ebbe szerintem a kedvenc könyveknek fogom leírni az értékelését magamnak, mert ez olyan szép, hogy ebbe akármit nem merek beleírni, de ez nagyon-nagyon szép, és tudjátok, hogy mi tetszik még benne nagyon? A papírnak az anyaga olyan keményebb fajta, és úgy érzem, hogyha esetleg ilyen filccel írnék bele, ezzel a tűfilccel, akkor se ütne át a másik oldalra. Ennek nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. És még mindig van itt valami. Melyikkel kezdjem? Van itt egy pici valami, meg van úgy tűnik. Még egy könyv. Hát én ezt meg se érdemlem. Ezzel a picivel kezdtem. Egy hasonlód már van, remélem ez is tetszeni fog. Ez egy könyvjelző? Azokból sosem elég. Nézzük. Nagyon óvatos leszek. Ajjaj. Aj, nem akarom szétkétni a csomagoló papírt, de úgy tűnik, hogy nem is kell. Sikerült kipontanom. Keep calm and read. Ez
szép. És egy olyan, mint ez egy szívecske lenne. Az egy szívecske ott? Én innentől kezdve egy szívecskének fogom nézni. Ez nagyon szép. Köszönöm szépen. És amúgy tényleg hasonló a könyvjelzőm, ilyen nagyjából ekkora a mérete, és annak is van ilyen kis szalag a végén. Ó, ennek nagyon örülök, mert az a könyvjelzőm, hogy őszinte legyek, már kezd egy picit meg... hát megviselte már az idő egy kicsit, már jó régóta azt használom. De akkor így legalább lesz egy másik, amit használhatok, hogyha az tönkre menne, vagy hogyha... Úgy egyáltalán van cserélnem, mire azt a könyvjelzőt, mert én, hogy őszinte legyek, a könyvjelzőkkel úgy vagyok, hogy ami nagyon belopta magát a szívembe, állandóan azt akarom használni, és amúgy van egy egész ilyen csupornyi könyvjelzőm, amik így a könyvekkel érkeztek, vagy például amikor még bookdepozitoriról rendeltem, de azok nem olyan könyvjelzők, amiket úgy szívesen nagyon akármikor használni akarnék, de ez nagyon szép. Ó, ez biztos, hogy fogom használni, köszönöm szépen. És akkor itt még van egy könyv. Ó, Istenem. Hát én ezt meg se értem, nem. Ó, még egy könyv. Ez biztos, hogy egy könyv. Ennek könyvformája van. Nem merem megnézni. Azt írja amúgy itt, ezt elfelejtettem. Ez pedig a meglepetés, a moly.hu szerint még nincs meg. A moly.hu az teljes mértékben tükrözi azt, ami valóban a polcomon van, úgyhogy ha nem láttad a magánkönyvtáramban moly.hu-n, akkor nincsen meg. Nagyon félek, mi lehet? Olyan izgatott vagyok. Meg! Folytathatom a sorozatot? Ez még nincs meg! Igen, ez még nincs meg! Jaj, de jó! De jó, de jó, de jó! Úristen, de jó! És nézzétek, még a pólomhoz is megy. Mint hogyha csak tudtam volna, hogy ezt kell felvennem. Ez nagyon jó, nagyon örülök! Annyira szerettem az első részt, a Things We Never Got Over. És hát ennek most nagyon-nagyon-nagyon örülök. Akkor folytathatom. Végre folytathatom. Ó, Istenem, de jó, ennek nagyon-nagyon örülök. Köszönöm szépen. Köszönöm. És akkor itt a dobozban még van több ilyen kis apró csokika, illetve ezt nem mondott komolyan. Még talán most csokit is kaptam. Ezt úgy szeretem, hogyha megyünk az IKEA-ba, akkor a Dime tortát is szeretem onnan, meg ezt a csokit is. Még a végén kiderül, hogy mégis csokis vagyok. Nagyon kevés csokit eszem, az a helyzet, de pont olyanokat válogatott bele ide, Andi, amiket biztos, hogy szívesen el fogok majd fogyasztani, és biztos vagyok benne, hogy ezt a párom is szívesen leszi majd, úgyhogy lehet, hogy ebből félre kell magamnak tennem egy pár darabot, mert hogy majd fogja lenni az összeset. Ó, hát ennek nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm. Hát. Komolyan mondom, én nekem ilyenben még soha nem volt részem. Én még ilyen csomagot soha senkitől nem kaptam. Mármint persze nyilván kaptam már könyves ajándékot a családtól, a páromtól, szüleimtől, barátoktól, de hogy így ilyen formában még soha nem kaptam senkitől sem csomagot, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm szépen, hogy ezt elküldted nekem, Andi, és nagyon jó kis dolgokat válogattál bele nekem, nagyon hálás vagyok. Hát most lehet, hogy elmegyek sírni egyet. Nagyon szépen köszönöm. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer Andinak, hogy elküldte nekem ezt a csomagot, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan sorra fogom keríteni ezeket a könyveket, és remélem, hogy a Colleen Hoover kötet tetszeni fog majd nekem, mindenféleképpen beszámolok majd neked róla. Köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!